Üdvözlök mindenkit, Nekroprim vagyok, jönnek is Warframe, jön Sanctuary Onslaught. Egy ideje kijött már ez a játékmód, magam is tesztelgettem inkább, tehát tesztelgettük a srácokkal a klánból, live idejében is azt tesztelgettük, hogy mi, hogyan, hány, merre, meddig, melyik lenne a legjobb kiadás, legjobb formém, legjobb csapat kombináció, és ebben szeretnék veletek megosztani a tapasztalataimat. Félreértés ne essék, nem azt szeretném megmondani nektek, hogy hogyan játszatok, vagy hogy mi a legjobb, vagy hogy mi a tuti tipp, vagy hogy hogy csináld, így csináld. Higgyetek el nekem, annyi időt eltöltöttünk már benne, és tesztelgettünk különböző összeállításokat, fegyverösszeállításokat, mindenfélét, hogy 5000 módszer fog létezni, és minden bizony lesznek néhány, akik leírjátok a videóban, hogy ez így nem jó, mert úgy sokkal jobb, Én ezt inkább úgy fogalmaznám, hogy mindegyik jó a maga módján, és minden játékosnak a saját módszere lesz a legjobb. Minden esetre egy-két dolgot nagyon szívesen megosztok veletek, főleg akkor, hogyha korát szeretnétek farmolni. Kaptam egy pár kérdést Facebookon, segítek-e korát kifarmolni, hogy kell kifarmolni a legjobban, mi a legjobb módszer, és a többi, úgyhogy inkább ezekre a kérdésekre szeretnék válaszolni. Szóval, ha korát szeretnétek farmolni, akkor a gyengébbik Sanctuary Onslaughtra kell menni, tehát az alapra, amilyen 25-30-as levelű enemikkel indul, mert hogy nagyobb eséllyel dobja ott a korát, tehát ja, azzal próbálkozni. Aki abban reménykedik, hogy valami óriási jutalmakat fog kapni mind a két játékmódban, az nagyon csalódni fog. A nehezebbik Sanctuary Onslaughton viszont radiant relikeket dob, szóval az már egy bónusz, hogy őszinte legyek. Attól függetlenül azt hiszem, hogy ez az elmúlt nagyon sok év egyik olyan játékmódja, amit a Digital Extreme nyélbe ütött. Végre tényleg van valami, ahova a veterán játékosok elvonulhatnak, tesztelhetnek, kiszorakozhatják magukat, és mindazt a tudást, amit évek alatt összegyűjtöttek a Warframe-ben, azt a skillt, a mozgáskultúrától, a DPS-től, a metától, mindent bele tudnak ide zsúfolni, és letesztelni, és megcsinálni, és tényleg ez egy jó kezdet. Félreértés ne essék, tele van bugokkal még, de ismerjük jól a Digital Extreme-et, idővel, lassacskán, folyamatosan új és új patchek fognak jönni ehhez a módhoz, és egyre-egyre jobb lesz. Ettől függetlenül, ha szeretnétek, nyugodtan hagyhattok nekik feedbacket erről a módról, valami értelmeset természetesen, és tényleg hallgatnak ebből a szempontból a feedbackekre. Amit én speciál hiányolok, azok a jutalom források, hogy őszinte legyek, mindegyik stádiumban, amiben bemész, adott bolygónak a nyersanyagait dobhatná a játék. Persze akkor egy kicsit fura is volna, hogy konkrétan mindenki oda járna farmolni mindenféle nyersanyagot. Arra gondoljatok, hogy csak level 30-as Warframe-mel tudtok oda bemenni, viszont nullás fegyvereket is vihettek XP-zésre, elképesztően hatékony, konkrétan egy vagy két vév alatt ki tudsz XP-zni egy fegyvert, természetesen ha nem te vagy a damage-es frame. Szóval egy jó játékmód, és tényleg jó szórakozás, és érdemes oda elmenni, és azon kaptuk magunkat itt a klánba egészen hajnali egyig. Ott voltunk bent a Simulakrumba, fegyverösszeállításokat, Warframe összeállításokat teszteltünk a Simulakrumban, majd a Sanctuary-ben, és komolyan olyat éreztem, amit régóta nem érzek már a Warframe-ben, hogy így értelme volt annak, hogy számolgassunk, értelme volt annak, hogy megnézzük, utána nézzük, újra nézzünk modoknak, és úgy konkrétan nekem, mint egy veterán játékosnak ebben a játékban egy kicsit új értelmet adott a játéknak, és támogatom, ez egy jó játék, és érdemes lenne minél több potenciált rakni, főleg a jutalmakba, mert ha bár őszinte ezek vetek, a meta igazából nagyon gyorsan kiderült erre a játékmódra, és egyes játékosok elképesztő mennyiségű pontokat tudtak összeszedni, szóval mi is a livestream alatt egy 20 évig elmentünk, de voltak olyanok, akik dupla ennyire mentek már el. Az egésznek az volt a lényege, hogy megtalálják azt a kombinációt, azt a sebzés irányelvet, azt a csapatmunkát és játékot, ami képes elvinni innen oda azokat a warframe-eket. A mobok, amelyek megtalálhatóak ebben a játékmódban, le vannak gyengítve, szóval a warframe képességeit mindig ölni fognak, és mindig erősek lesznek. A sebzésük viszont über brutál, tehát egy adott szinten egy hit vagy, és ez ellen nem nagyon tudsz semmit, ha csak nem valami megfelelő védelmet tudunk elvinni erre a dologra. Na most, jó, most már ugye eleget beszéltem így általánosan a Sanctuary Onslaught-ról. Jöjjenek a warframe-ek, és egy párat fel fogok itt most sorolni, igyekszem hozzájuk mutatni valamiféle modolást. Egy dolgot mielőtt nagyon belevágni tudnotok kell. Van a Blind Rage nevű mod, ugye, ami erőt ad. Na, ezt a modot jó mellőzni, hogyha szólóban akarod játszani ezeket a küldetéseket, lehet szólóban játszani. A gyengébbiket simán lehet nyomni szólóban 8 vévenként érdemes, hogyha arra van szó, hogy korát farmoljátok. Szóval 8 vévenként fókuszfarmra lehet menni, ugye elképesztő fókuszpontot ad ez a mód, és ezen kívül, szóval amiatt, ha más nem miatt a napi fókuszkepet egy pillanat alatt ki tudod farmolni ebben a játékmódban, főleg a 8 vévenként mész, azt szólózni is lehet. Nos, Blind Rage-et érdemes elfelejteni a warframe-ekből, hogyha egyedül mész. Egy kicsit kevesebb erővel érdemes dolgozni, több effektivitással, mert energiahiányos mind a két fajta mód. A Zenurik iskola szinte megkövetelt mindazok számára, akiknek nincsen Arcane Energize-ük. Az Arcane Energize rendkívül hasznos számodra és a csapatot számára, szóval, hogyha van bármilyen warframe-mel mész oda, az Arcane Energize mindenképp jó olyan, főleg az energiaéhesebb warframe-eknek. Zenurik iskola még az energiaéhesebb warframe-eket is fent tudja tartani, de például, hogyha nehezebbik Sanctuary Onslaught-ra mész, az infestedek hajlamosak elszívni minden energiát, és akkor konkrétan a damage-es warframe, voilà, Szefini befejeződött. Egy másik nagyon-nagyon jó tipp erre a dologra, akinek van Maiming Strike-os kardja, akinek megvan a Maiming Strike mod, az szinte nyert ügye van ebben a játékmódban, mert hogyha talán nem is tudod kihasználni a képességét a warframe-ednek, a damage-es warframe-ednek, ha ott van nálad a Maiming Strike-os kard, meg vagy mentve, fent tudod tartani az effektivitást. Természetesen ez egy kicsit csalás ebből a szempontból, ugyebár Maiming Strike-kal aztán igazából addig mész, ameddig jól esik egy bizonyos szempontból, és emiatt bármelyik warframe-et, szó szerint bármelyik warframe-et beviheted oda, ha megfelelően modolod, erősen modolod, hogy kibírja azt az egy-két lövés, Maiming Strike-kal végig tudsz menni bármelyiken. Viszont ha nincs Maiming Strike-od, akkor érdemes egy olyan fegyvert vinned, mint például nekem van az Arca Plasmor, tömegben hat, és nagyot üt, ezért nem fogod magad, nem fog nagyon leesni az effektivitásod. Lenz, Tonkor és bármi, ami megöl téged, nem nagyon érdemes vinni ezekre a pályákra, mert némelyik pálya kicsi, és nincs helyed lőni, és simán meg tudod ölni magadat. Szóval nagyjából ezekre gondoljatok, főleg, hogyha szólóban mentek játszani ezt a játékmódot. Jöjjenek warframe-ek. Az egyik legjobb warframe, amit ide mernék ajánlani, az a Saryn lenne, és nem kell túl nagy erőre gondolni Saryn esetében, mint mondtam, Blind Range mód kimarad, ha arról van szó, hogy nem csapatban mentek, és akkor a Saryn megfelelően tudna működni. Modolás a következő, ezeket tudom én ajánlani Sarynra. A következő ilyen warframe, és talán az egyik legüber brutál damage-esebb, és én úgy vagyok vele, hogy oké, és rendben van, de valahol túl egyszerű vele a játék, és mostanában újra divatba kerül a linkes Trinity, az úgynevezett linkes Trinity. A célja a következő lenne: fogsz egy kastanázt, vagy sancti kastanázt, mindegy, önmagadat sebzed, miközben be van kapcsolva a Trinity-nek a harmadik képessége. Na most ez konkrétan, ahogy önmagadat sebzed, visszaveri a damage-et, és kiüti az enemikre, és konkrétan kihal a pálya. Azt lehet róla elmondani. Egy jó és nagyon jó metódus, és level nagyon sokig, tehát önmagában csak a Trinity még a legnehezebb onslaughton, tehát a Sanctuary Onslaught önmagában is level 18-ig tudja tartani 100%-on azt a bizonyos effektivitást. Mert a cél ugye azért nem minél többet. A következő Warframe, amit érdemes még ide benyomni, az egy Mesa lenne. Egyértelmű volt, nem? Szóval a Mesa... szólóban is rendben van, de úgy gondolom, hogy nagyon kell neki egy erős fegyver, vagy egy Maiming Strike-os kard, ahhoz, hogy ha véletlenül nem lenne annyi energia, már pedig nem lesz, akkor össze tudja szedni, kardozni az enemy körül azokat a bizonyos energiagömböket, és akkor utána ultira át tud kapcsolni. Aktívan kell vele játszani, nagyon, tehát nem állhatsz, csak középen ultizni, ha csak nincs veled egy csapat, és hozzá valami ilyesmiféle modolást ajánlok. A következő Warframe egy nagyon egyszerű Warframe lenne, és ez az Excalibur ultival nagyon-nagyon jól tudja fenntartani azt a bizonyos damage-et, és nem beszélve a tömegkontroll képességéről is, a 2-es képességének köszönhetően, és valamiféle ilyesmi modolást ajánlok rá. A következő Warframe a Mag lenne. A Mag über brutál damage-esnek bizonyult ebben a játékmódban, kivéve ha Infestedre kerül a sor. Ha Infestedre kerül a sor, akkor egy kicsit meg vagy lőve, megint csak fog kelleni egy fegyver vagy egy kard, amivel gyorsan és sokat tudsz gyilkolni, hogy legalább azon Infested pályákat túléld. Utána, hogyha mindig bejön egy Grinir, avagy egy korpuszpálya, akkor a Mag teljesen rendben lesz, de a legjobban csapatban tudja kiélni magát, mint a 3-as képességét tudja használni, és debuffolni az enemit azért, hogy a damage-esek teret tudjanak nyerni, de ahogy nehezedik a szint, a Mag úgy veszi át szépen lassan a damage-es és debuffer szerepet. Nagyon-nagyon jó Warframe, és ajánlom szeretettel, könnyű kifarmolni, sőt akár az egyik kezdő karaktered is lehet. A következő karakter egy titkos karakter, hogy úgy mondjam, és senki nem gondolt volna rá, és mi is úgy nyomoztuk ki, és úgy nyomozták ki nálunk is a klánba, hogy mit, hogyan, hány, merre, meddig, mert teljesen megfeledkeztem, hogy egyáltalán létezik ilyesmi a Warframe-ben, hogy őszinte legyek. Tehát valószínűleg akitől származhatott ez az egész dolog, az nagyon Wukong mániás lehet, és nagyon értheti a Wukongot, mint Warframe-et. Ugyanis a Wukongnak van egy augment módja, ez azt csinálja, hogyha az egyes képességet a földre irányított, felugrasz vele, és akkor konkrétan csinálsz egy slam attacket, magyarul megnyomod az E-t és a földbe csap a kardod, akkor a kardodnak az erejét kisugározza egy nagyobb rádiuszban, 15 méteresben az augment mód szerint. Na most, hogyha van a Wukongodba bele van építve egy stretch vagy egy over extended, ez extenzíven megnöveli azt a damage-et. Na most, mit nem ad az Isten, a Glaive az egyik legjobb fegyver Wukong mellé. Konkrétan felugrasz az egyes képességgel, felugrasz a levegőbe, eldobod a Glaive-et és kipusztul a pálya. Hát, mit nem az az Isten. Ha erről szeretnétek egy bővebb videót, akkor nagyon szívesen csinálok, de itt van, lássátok, hogy mit tud. Modolásnak én speciál egy ilyesmit találtam ki, de kell hozzá az EV Trinity. Ha szólóba szeretnéd nyomni ezt a küldetést, akkor íme egy másik karakter, meglepő, de a Nekros hely tud állni. Ügyelj rá, hogy legyen nálad egy erős fegyver, elsődleges, másodlagos, harmadlagos, mindegy, de legyél felkészülve a szituációkra. Én tényleg nagyon tudom ajánlani az Arca Plasmort azoknak, akiknek nincs Maiming Strike-os kardjuk, de hogyha van kardod, nincs Maiming Strike-od bele, akkor ügyeled kell, hogy olyan kardot hozzá magaddal, ami range-en tud dolgozni, de ha nem tud range-en dolgozni, akkor azonnal kombót tudjál felépíteni, hogy minél nagyobb damage-et tudjál kihozni, és konkrétan egy ütéssel, lövéssel tudjál végezni az enemikkel, hogy fent tud tartani az effektivitást legalább addig a 8. wave-ig, de a Nekros egy tényleg meglepően, de jól működik ezen a Sanctuary Onslaughton. Na most azt hiszem, hogy már jó pár olyan karaktert felsoroltam, amivel nagyon jól helyet lehet állni ebben a játékmódban, ha damage-elésre kerül a sor. Jön gyorsan, tényleg nem részletesen egy-két support karakter, amit ide érdemes bevinni, Természetesen Chroma bármikor helytáll, de viszont gyengített Chroma, amivel a Blind Rage ki kell maradjon belőle, ha energiát akarsz adni magadnak, társiknak, stb. Nidus kiválóan helytáll 3-as képességével, Oktavia kiválóan helytáll ultiával, buffernek és láthatatlanná is tud tenni a 3-as képességével. Elvi Trinity, Blast Trinity, mikor melyik bármelyik szituációra kiválóan bármikor jól jön egy Trinity. Harrow elképesztő csapat segítség tud lenni, mivel hogy amíg az a bizonyos damage-es öl, a Harrow a 2-es képességével a spawn pontokon, valamelyik spawn ponton tud mozogni, és 2-es képességével kardozás közben fel tudja tölteni az energiát. Szóval az azért nem egy rossz dolog, hogy őszinte legyek. Tehát 2-es képesség Harrowbe, és mindenkinek csapatársa kardozással fel tudod tölteni az energiát über brutál a support karakterként. Szóval good luck, tényleg a Harrowt tudom ajánlani szeretettem. Rhino, egyértelmű, a Rhino tényleg tud adni egy jó buffot. Mirást annyira nem ajánlom, de ja, nagyjából ennyi. Ezek lettek volna. Amint látjátok, azt hiszem egy jó pár Warframe-et felsorolt, ahol mindenki meg tudná találni magának azt a bizonyos játékstílőt. Minden bizonyos sok mindent kihagytam, de remélhetőleg egy alappal tudtam szolgálni arra, hogy ne féljetek ettől a módon, menjetek, teszteljétek, mert ez valami olyasmit hozott vissza a Digital Extreme, ami régen volt a Warframe, kicsit régebben volt a Warframe, és igaz ilyen endurance küldetések voltak régen a Warframe-ben, és ez azt hiszem még egy kicsit rá is pakol. Hogyha idővel megfelelő jutalomrendszert vezetnek be ebbe a játékmódba, egy kicsit többet, valami mást, valami jobbat, akkor ez úgy gondolom már most is egy népszerű játékmód, de később is egy népszerű játékmód lesz, de XP-zésre mindenképp az lesz, úgyhogy mindig fogsz találni magadnak a társakat valószínűleg. Bele is fogunk futni olyanokba, akik csak 1 vagy 2 vévet jönnek-mennek, mivel hogy XP-znek, de bele fogsz futni olyanokba, akik fókuszt farmolnak, úgyhogy sokáig el fogjátok tudni húzni ezeket a dolgokat. Srácok, ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, a Discord szerverünk mindenki számára elérhető, föl lehet csatlakozni, halál nyugodtan. Kérdésétek vannak, akkor Nekroklink Facebookon megtaláltok, illetve itt a kommentekben otthagyhatjátok a kérdéséteket. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!